Ti vagytok a nézők, akik eljöttek arra a 20. születésnapi izére, ami szerintem fantasztikus lesz, és szerintem ezt minden 20 évben meg kéne csinálni. Az est első, illetve utánam következő, maradjunk egyszerűen abban, hogy az est első beszélője az a fiatalember lesz, aki... Ez egy érdekes szakma, hogy ő a cigánygyilkosságok helyszínén, roma gyilkosságok helyszínén járt és csinált fényképeket, és ő ott töltött is velük időt. És hogy ez jutott eszembe, hogy ha már ugye költészet és izé, hogy milyen szép szakma az, hogy ő a mi élességünket állítja, vagy a mi mélységünket állítja, vagy a mi távolságunkat állítja be. És nekem, ami nagyon szimpatikus volt, hogy azt írta valahol, hogy amit a társadalom itt elmulasztott, az az, hogy az áldozatok családjával való közös gyászmunkát, azt sajnos kifelejtettük. Arról lecsúsztunk 9 millió valahány százezren. Ez szerintem egy nagyon fontos gondolat. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Turay Balázs fotóst. Jó estét kívánok! Ez egy, valóban egy jó kérdés, hogy fotós, vagy fényképész, vagy bármi más. Azt hiszem, hogy ez az én esetemben nem igazán fontos. Milcsó Manchievski a 1994-es Eső előtt című filmjében a Pulitzer díjas fotóriporter azt mondja, hogy embert ölt a fényképezőgépével. A balkáni háború idején játszódó filmben a közbeavatkozás egy rendkívül abszurd reakciót vált ki egy milicistából. Kiállít egy foglyot a kamerás ember elé, és ott helyben lelövi. Csak azért ölt, hogy a saját hatalmát bebizonyítsa, és ezzel a fotóriportert is felhasználva üzenhessen. A képeken látható emberek a roma családok elleni, és bocsánat, hogy ezt most itt megállok, hogy mondjuk így inkább, hogy roma családok, és hogy van nevük, és nem feltétlenül cigányok, meg cigánygyilkosság, ugyanez a magyar nyelv szempontjából teljesen rendben van, de mégis talán egy picit érzékenyebb és finomabb így beszélni róluk. Tehát, hogy a roma családok elleni rasszista indítékból elkövetett támadássorozat túlélői, rokonai, sértettei. 2009 őszén kezdtem őket felkeresni azzal a céllal, hogy megértsem és dokumentáljam, hogy mi alakult ki a támadások során. Akkor azt gondoltam, hogy valószínűleg állami és civil szervezetek, valamint önkéntesek munkája során az én jelenlétemre igazából hosszasan egyáltalán nem lesz szükség. Az első beszélgetések során arról meséltek, hogy mi történt velük, és hogy mennyire magukra maradtak a támadások után, valamint a média elvonulásával. Részben ezért sem vettem elő a fényképezőgépemet egy jó ideig. Igyekeztem jelezni, hogy pusztán a fényképezés során, illetve azoknak a képeknek a publikálása során vagy mentén kézzelfogható konkrét segítséget egyáltalán nem biztos, hogy fog tudni nekik nyújtani. Ezeknek a fotósorozatoknak, vagy ennek a fotósorozatnak a kapcsán olyan alapvető morális kérdések merültek fel bennem, amelyek világossá tették, hogy a kamera adhat ugyanarra igazolást, hogy én ott vagyok, de az igazi értelme valószínűleg nem a képek elkészítése és a képek publikálása. Számomra leginkább a létrejövő emberi kapcsolatok minősége, és ennek mentén megjelenő, vagy fellelhető, vagy egyáltalán meglévő felelősségvállalásnak a fontossága volt, nem a képek elkészítése és a bemutatása. Amikor az első képeket készítettem, akkor felmerült, hogy lesznek, amiket majd hátulról, vagy valamilyen módon beazonosíthatatlanul, vagy felismerhetetlenül kell elkészíteni. Részben azért, hogy az újra traumatizálódást, vagy a stigmatizálódást a későbbiekben elkerüljük. Egy ismert terapeuta azt mondja, hogy ha valaki hozzá terápiába megy, akkor annak arra van szüksége, hogy őt a terapeuta élesen lássa. Élesen, és nem személytelenül, homályosan, vagy valamilyen, vagy egy
egy esetként a sok közül, különben akkor ez az illető, akkor a terapeuta is személytelenné válik, az illető pedig tovább traumatizálódik. Visszatekintve ezekre a nagyon hosszú beszélgetésekre, amiket a családok körében, vagy családokkal folytattam, azt gondolom, vagy azt látom, hogy részben azt is magamra vállaltam, hogy amennyire tudok, segítek olyan nehezen megfogalmazható gondolatok kimondásában, vagy nehezen kimondható dolgok megfogalmazásában, amelyeket ők próbáltak a maguk módján valóságos pszichológiai segítség nélkül megtenni. Nyilván ez nem egy pszichológus, tehát ez nyilván csak egy jelenlét volt, ami több volt a semminél. A képek kapcsán azt gondolom, hogy azok nem rólam szólnak, vagy nem az én tartalmi vagy formai közbeavatkozásomról, az én laborálási tudásomról kell, hogy szóljanak. Sokkal inkább arról a kapcsolatról, ami akkor jön létre, amikor ezek a fényképek, vagy akkor jött létre, amikor ezek a fényképek készültek. És ezenből pedig arról, hogy mi az, amit ők magukról meg akartak mutatni, vagy meg tudtak mutatni. Az évek során van, akiről pont ezért több kép is készült, akár több év, egy-egy év, vagy pár hónap, vagy pár hét eltéréssel, és van, akiről gyakorlatilag egy, vagy felismerhetetlenül hátulról csak olyan, ami nem beazonosíthatóak. Utóbbinak az az oka, hogy ők nem szerettek volna megjelenni a sajtóban, vagy filmen, vagy kiállításon. A képek készítésekor olyan dolgok merültek föl, vagy olyan gondolatok jártak a fejemben, vagy a képek készítése között egész pontosan, hogy szabad-e, illik-e, etikus-e, egyáltalán szerencsés dolog-e a gyászolókat, vagy a virrasztókat fényképezni, mi több ezeket a képeket a nagy közönség számára közszemlére tenni. Hogy vajon, ha a saját családomról lenne szó, vagy a saját családunkról lenne szó, akkor ugyanezt az utat járnánk, vagy ugyanezt a megoldást választanánk, nem valami talán empatikusabb, talán árnyaltabb megoldást. Számomra pont ezért a fényképezés nem pusztán egy jogi kérdés, hogy én fényképész vagyok, és nyilván akkor fényképezhetek. Legtöbbször nem az okozott kérdést, hogy lefotózhatok-e valakit, vagy hogy hogyan teremtem meg azt a lehetőséget, hogy valakit vagy valamit lefotózzak. Sokkal inkább az volt a kérdés, hogy ennek mennyi értelme van, hogy ez jót tesz-e, hogy ez valóban szükséges, és hogy mennyire könyörtelen, vagy nem könyörtelen ez a dolog. Az ismert tényeken túl, borzalmakon és a sebesüléseken túl engem sokkal inkább az foglalkoztatott, hogy hogyan tovább, illetve hogy van-e hogyan tovább. És azt, hogy ezt a hogyan továbbot miképp lehet képben, szövegben ábrázolni úgy, hogy minden egyes megjelenéssel ne kínozzam meg azokat az embereket, akiknek a történetét szeretném elmondani. Az egész helyzetben számomra az egyik legfontosabb kérdés mindig is az volt, hogy melyikünk a fontosabb. Hogy elég annak idézőjeles kényszere, hogy el kell mesélni egy történetet, vagy hogy nem rontunk-e tovább valakinek a helyzetén pusztán a jelenlétünkkel, vagy abbéli meggyőződésünkkel, hogy egyszerűen jót teszünk a fényképek elkészítésével. Az is kérdés, hogy képesek vagyunk-e, és hogy mitől vagyunk képesek felmérni mások fájdalmát, és mitől vagyunk képesek erről velük úgy beszélgetni, hogy ne folyamatosan tovább roncsunk a helyzetünkön, és ne rólunk szóljon, ne a mi megjelenésünkről, és ne a mi történetünkről, és ne a mi megrázkodtatásunkról szóljon ez a dolog, hanem az övékről. Azt gondolnám, és azt mondanám végszóként, hogy nézzetek ezekre az emberekre úgy, mint hogyha saját magatokra néznétek, ne a különbségeket nézzétek, vagy keresétek, hanem azt, ami, mert ezek nem fontos dolgok. Fontos az, hogy el tudjátok képzelni, hogy ti mit csinálnátok hasonló helyzetben, amiben ők vannak, vagy amiben én voltam, hogy mi az, amit kínálni lehet segítségként, hogy mennyire lehet az embernek saját magát, vagy kell látni egy ilyen helyzetben, és mennyire segít az, hogyha egész egyszerűen csak úgy tekint rá, hogy nekem mire lenne szükségem ebben a helyzetben, hogy
ilyen kérdések merültek föl, hogy ti hogyan tudnátok tovább menni, olykor csak a semmibe kapaszkodva. Köszönöm szépen. Thank you.